Tudományos diákköri konferenciát tartott az Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa. A szervezet 11 tehetséggondozó szimpóziumán 5 középiskolás bizonyította tudását, ezúttal a természettudományok területén. Bori biológus kutatóként képzeli el a jövőjét, leginkább a sejtbiológia és a genetika foglalkoztatja. Zsóka a fizika és a csillagászat iránt érdeklődik. Kutatási témájukat mindketten kedvenc tantárgyaik közül választották ki. Meg a Csillagászati Egyesületnek is a tagja vagyok, és ők is írtak egy cikket erről, és nagyon megtetszett, ugyanis szerintem egy nagyon érdekes kérdés az, hogy a Földön kívül találhatunk-e más életformákat. Igen, sok kutatási anyagot kellett megnézni, különböző cikkeket, meg eredményeket, de nagyon izgalmas volt számomra. Azért az eukarióta sejteket választottam, mert idén lehetőséget kaptam arra, hogy az ELTE-n folyó ezzel kapcsolatos kutatásokba becsatlakozzam, és így kapóra jött az, hogy erről a témáról készítsem az előadásom. Igazából a sejtes anemésztés lesz a fő téma, ami egy fantasztikus dolog, mert az iskolában nem tanulunk róla, viszont annál fontosabb igazából egyetemen is, és orvostudományi szempontból is. A konferenciára a pedagógusok ajánlásai alapján jelentkezhettek a tudományos kutatás iránt érdeklődő középiskolások. Ők már olyan ismeretekkel, technikai tudással vannak felvértezve, hogy képesek arra, hogy egy komoly, tudományos szintű munkát folytassanak, előadjanak, sőt, a munkáikat megszerkesztve ki is adtuk. Nem minden konferencianyagát tudtuk kiadni, de 5 kiadványunk már megjelent a konferenciákról. A tapasztalatok szerint azok a tanítványok, akik részt vettek a diákkonferencián, eredményesen tudták folytatni tanulmányaikat felsőfokú oktatási intézményekben. A felkészülés során többek közt megtanulták feldolgozni a forrásanyagokat, illetve összefoglalni kutatási eredményeiket, ami előnyt jelent számukra.